Sziasztok! Mára hoztam nektek még egy virágötletet, egy ilyen szép kis csokrot fogunk csinálni, és ezt nem fülesek, mert lehet, hogy kiszúrták. Képzeljétek el, ez a lóherének a virága. Szerintem fantasztikus, és ami a legjobb benne, hogy isteni illata van. És ezt tudjátok, hol szedtem? Egy árokparton, szóval szerintem mindenképpen próbáljátok ki, mert annyira szép és különleges, és nem is gondoltam volna, hogy a virágához a lóhere ilyen egészen hosszú szárat növeszt, vagy hát, hogy tudjuk így szedni, szóval nagyon szuper. Lássunk is hozzá! Első lépésként egy kicsit tisztítsátok meg, mert ugye ilyen futó növényről van szó, tehát levelek meg szárak nőnek ugye a virágtól távolabb is. Találtam fehér és ilyen lilás virágút is, úgyhogy én majd ezt a kettőt fogom kombinálni. Mind a kettőből érdemes olyat szedni, ami virágzó, vagy ilyen bimbósabb, és nincs kevesebb rajta ez, amit elmutatom, ez a barnás, hervadtabb rész, ugye így a csokrunkban is tovább el fog állni. És hát azért én eső után szedtem, úgyhogy remélhetőleg az megtisztította mindenfélétől, de azért óvatosan, hogy honnan szeditek, meg előfordulhat, hogy van rajta egy-két bogárka, szóval azért nézzétek meg, mielőtt a lakásba rakjátok, lehet, hogy a teraszon érdemesebb, bár én nagyon látom, meg egészen tisztákat sikerült szedegetnem, úgyhogy szerintem ez nálunk majd bent lesz. Tehát a virágszálaknak a megtisztítása után jöhet a kötés. Csináltam már egyébként egy ilyen körcsokros videót a farkaskutyatejből, azt majd belinkelem nektek ide. Érdemes majd megnézni, ott ugye részletesen elmagyarázom a lépéseket. Úgy kezdjük, hogy mondjuk ilyen három szálat összefogunk. Uderik ki a kör, mert higgyétek el, élőben nem így néz ki, de mindegy. És aztán pedig itt is ugye spirálisan kötjük a csokrot, az azt jelenti, hogy mindig a szárak nekem jelen esetben jobbról balra mennek. Ez azért szükséges, mert így jobban irányítható a virág, és jobban kezelhető. És szépen így elkezdjük rakosgatni, mindig nekem jobbról balra. Ugye két színből készül a csokor, ezt érdemes, illetve hát nekem úgy jobban tetszik, hogyha nagyjából így egyenletesen van a két szín eloszlatva. Úgyhogy ahogy így szemre úgy látjátok, hogy hiányzik egy másik szín, hogy odaillik, akkor azt ott tegyétek be, nem lesz tökéletes, meg nem lesz szabályos, meg nem is kell, csak hogy így nagyjából szemmértékre jó legyen. Körcsokrot kötünk, tehát az a jellemzője, hogy oldalról egy ilyen félgömb alakja kell, hogy legyen, szemről pedig egy kör alakot kellene létrehoznunk, illetve hát az ideális forma. Úgyhogy erre törekszünk a kötés közben, hogy érdemes mindig fölülről nézni, hogy hogy áll, és akkor így egyenletesen pakolgatni. Mutatom közben, hogy ott maradtak még levelek, amiket én inkább leszedegetek, mert bele fognak érni azok is a vízbe. Viszont amit látjátok, hogy itt van a virághoz egész közel, az még így jól is mutat, hogy kilátszik egy kis zöld a virágok között. Amit így tudtok szedni, hogy így egyben jön kettő, az, hogyha marad elég hosszú szára mind a kettőnek, azt érdemes szétszedni, mert ugye látszik, hogy ezek nagyjából sosincsenek egy szintben, és így nehezebb lesz szépen a helyére pakolni. Ugye itt látszik, hogy alakul a félgömbformánk, meg szemből is kezd kör alak kirajzolódni. Hogyha valami nem áll tökéletesen, akkor nyugodtan itt még ezt egy picit feljebb tudom húzni, hogy jobban odailleszkedjen, esetleg egy másikat egy kicsit lentebb húzni, illetve ugye a spirálnak az az előnye, hogy könnyebb is megkeresni a szárakat, hogy melyik virághoz melyik tartozik, és akkor így könnyebben is tudjuk még igazgatni őket. Így áll most a helyzet, szerintem nagyon szép. Hát nem győzöm szagolgatni. Érdekes egyébként, hogy a fehér virágúnak a szára sokkal filigránabb, meg rövidebb, de ezért próbáljátok minél hosszabb szárral szedni, ugye úgy könnyebb kötni, meg hát utólag
igazítani, nincsen ugye hozzá, mert nem lehet toldani, de majd óvatosnak kell lennem, hogy úgy vágjam le, illetve úgy rakjam a vizet, hogy mindegyik szár beleérjen a vízbe, mert azért látszik, hogy jó nagy eltérések vannak itt a szárazság között. Ugye nagyon kis vékony szára van a Loera virágának, úgyhogy ne lepődjetek meg rajta, ha szétcsúszik könnyen, nekem is szétcsúszik, úgyhogy igazgatnom kell közben. Megfogjátok szorosan, mert most azt tapasztaltam, hogy így oldalt tartom, akkor ugye nem tud alulra kicsúszni, és stabilabban tudom fogni. Úgy döntöttem, hogy ezt most késznek nyilvánítom. Látszik a szép félkörív, fölülről is a majdnem szabályos körölök. Hoztam hozzá még egy ötletet, hogyha van kedvetek, akkor a csokrot le tudjuk zárni. Ilyen, hát nem tudom pontosan ezt, hogy hívják, ilyen vadbúza, vagy valamilyen fűszerű növénnyel, amit szintén spirál alakban el fogok helyezni nagyjából szabályosan a csokor köré. Azért is mutat jól, mert ugye ebben is van egy ilyen, talán jobban látjátok, ilyen lilás árnyalat, ami jól passzol a lóherejének a lila virágához. Így néz ki ezzel. Szerintem ad a csokrunknak egy ilyen kis bohókásabb hangulatot, szerintem nagyon cuki hozzá, de természetesen, hogyha nektek nem így tetszik, hanem csak simán a virágok, akkor nyugodtan lehet a nélkül csinálni. A következő lépés az a megkötés lesz. Ehhez én ilyen madzagot választottam. Levágok egy nagyjából 10 centit. Meg van az olló is. Hát inkább ilyen legyen mondjuk 20. 15-20 centi, ez már elég lesz. Az egyik ujjammal ide fogom, kétszer megtekerem a kezem fölött, leteszem a csokrot, és kötök rá egy csomót. Megkötöttem, ugye látszik, hogy stabil, így a csokor összefogja, nem esik szét. Nagyon kis cuki. Következő lépés pedig az, hogy a szárat levágjuk. Ugye azt említettem már az előző videóban is, hogy hivatalosan kétharmad rész a virág, és az egyharmad rész pedig a szára. De ugye ezt most is elmondom, hogy attól függően, hogy milyen vázátok van, hova teszitek, hogy látjátok jónak, úgy vágjátok le. Meg ugye nekem most figyelnem kell azt, hogy a fehér virágúaknak sokkal rövidebb a szára. Úgyhogy ezt most levágom. Nem egyszerre vágjuk, mert nem fogja az olló elvinni, hanem hát, ahogy így látjátok, egy ilyen 10-15 szálat egyszerre. A lóherének nincs ilyen tejszerű nedve, úgyhogy attól nem kell félni, hogy ez ragadni fog. Levágtam, és már így a kötésből is érzem, hogy szerintem a lóhere is sok vizet fog igényelni, úgyhogy mindenképpen nézzétek, hogy van-e elég vize a vázában. Hát szerintem nagyon cuki lett, nekem nagyon tetszik, és még mindig isteni az illata. Remélem, hogy nektek is tetszik, próbáljátok ki mindenképpen, és küldjetek képeket. Sziasztok!